A szőlősi Jézus szíve templomban tartotta meg hagyományos Szent Erzsébet ünnepségét a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász. A szervezet 30 éve szerveződött újjá, ennek apropóján a templom körül kiállítás nyílt, benn pedig több mint 300 résztvevővel Árpádházi Szent Erzsébetre emlékeztek. Felidézték a katolikus szeretetszolgálat tetteit és mérföldköveit, amiről könyv is készült. Az önkéntesek és a szervezet támogatóinak munkáját is elismerték. Árpádházi Szent Erzsébet a Karitász védőszentje, kórházakat, menhelyeket hozott létre. Élete ma is példa. Székely János megyés püspök ünnepi szentmisén adott hálát a Karitász önkénteseinek munkájáért. 30 éve Győrvári Edit és Tucainé Régvári Marietta indították útjára Szombathelyen a szervezetet. Ma az egyházmegyében 80 plébániai csoport, több mint 800 segítője tesz nap mint nap az elesettekért. Szent Erzsébet napján köszöntötték a jubiláló csoportokat és mindazokat, akik kiemelkedően segítik a Karitász munkáját. Négyen vehették át a 2012-ben alapított Karitász Hungarika díjat. Az ünnepségen részt vett mások mellett a horvát Karitász szervezet vezetője is, aki köszönetet mondott a Szombathelyi Egyházmegyei Karitásznak a horvátországi súlyos földrengés károsultjainak megsegítéséért.